A pálya, a labda, a játékvezetők és a szükséges tartozékok ugyanolyanok, mint bármelyik más mérkőzésen, a csapatok azonban némileg mások. Az országos egyesített kézilabda bajnokságban szellemi fogyatékkal élők egészséges sportolókkal alkotnak közös csapatot. A negyedik fordulónak a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kézilabda szövetség volt a házigazdája. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csörgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? A rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések. Ezen a helyszínen 9 mérkőzés lesz, a másik helyszínen pedig 6 mérkőzés, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. A sorozat társszervezője a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, amelyhez 21 sportág tartozik. A kézilabda az egyik legnépszerűbb, így az egyik legnagyobb létszámmal is rendelkezik a sportágok sorában. 6 fordulóból áll, most jelenleg a negyedik forduló helyszínén tartózkodunk, és úgy épül fel, hogy az egész tornának a legelején van egy divizionálás, ami arról szól, hogy a képességszinteknek a behatározásáról van szó tulajdonképpen, és akkor eldől, hogy a 1-től 4. divízióban melyik csapatok fognak játszani képességszintek alapján. Majd pedig a fordulók folyamatosan zajlanak, és a legvégén idén Balatonbogláron lesz a záróforduló megrendezése, ahol egy nagy ünnepség keretében a végső eredményhirdetés fog sorra kerülni. Az, hogy az értelmi fogyatékkal élők egészséges társaikkal együtt lépnek pályára, sokat segít az elfogadásban és az integrációban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hisz lehetőséget ad a gyerekeknek egyrésztről, hogy megismerjék egymást a két terület, valamint az, hogy megtanuljanak együtt élni, egymással élni, felkészítik arra a társadalmat, hogy attól, hogy különbözőek, mégis egyformák, és ugyanolyan lehetőségeik vannak, és ugyanolyan jók tudnak egy-egy dologban lenni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon előremutató. Nem csak időtöltés, hanem az egészségi állapotuknak a megtartása, javítása szempontjából is elengedhetetlen, valamint ugyanúgy tagjai a lakóinknak egy része a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek, és versenyszerűen sportolnak, ami azt gondolom, az pedig azt mutatja meg, hogy mennyi értékes ember van a fogyatékkal élők között nálunk is. A magyar sportolók a legutóbbi Speciális Olimpia nyári világjátékokon Berlinben tavaly összesen 74 érmet szereztek. Az egyesített férfi kézilabda csapat egy ezüstéremmel vette ki a részét a sikerből.